Sziasztok! Ez a RetroTech Hungary YouTube csatornája. Mi a bajom az AudioQuest-tel? Igazából semmi, vagyis nem több, mint bármelyik másik hasonló céggel. A legtöbb hifi terméket fejlesztő vállalat szereti kiszínezni a tényeket, és homályos módon kommunikálni a fejlesztéseket, egyrészt azért, hogy az öldöklő konkurencia arcban nehogy valami titkuk kiderüljön, másrészt azért, mert a termékeknek a hangzásra gyakorolt hatása sokszor műszerrel nehezen, vagy egyáltalán nem mérhető. Tudatos fogyasztóként arra ösztönöznék mindenkit, hogy mély fenntartásokkal kezelje ezeknek a cégeknek a marketing bullshitjét, és mindig próbáljunk ki egy terméket a saját otthoni rendszerünkben is, legyünk nagyon kritikusak is, mert a placebo hatás sokszor nagyon erős. Azt gondolom, hogy ha egy cég vagy egy kereskedő normálisan áll ehhez az üzlethez, és elégedett ügyfeleket szeretne, akkor biztosítani fog kipróbálási lehetőséget nektek, mert ez a dolog természetéből adódóan másként nem megy. Persze támaszkodhattok független tesztekre is, csak ilyen videókat és blogokat nagyon nehéz ma már találni, hiszen mindenki pénzt szeretne keresni. Az AudioQuest-nek, ahogy más cégeknek is, vannak jó, meghallgatásra érdemes és kevésbé jó termékei, viszont amiért néha példálozni szoktam velük, az az, hogy azok közé a vállalatok közé tartoznak, akik a múltban manipulált teszteredményeket tettek közzé az egyik kábelükkel kapcsolatban, és bizony le is buktak. A főcím után ezt a történetet fogom elmesélni. Ha még nem csatlakoztatok a Discord csatornámhoz, akkor keressétek meg ennek a videónak a leírásában, vagy a YouTube csatornám névjegyében a linket a meghívóhoz. A Discord csatornát azért hoztam létre, hogy megbeszélhessük akár ennek a videónak a tanulságait, vagy más hifis témákban folytassunk diskurzust. A Discord alkalmazást le tudjátok tölteni Androidra, iOS-re és minden elterjedt asztali számítógép platformra is. Felhívnám a figyelmet arra, hogy ezt a videót az interneten publikusan felelhető cikkek és videók alapján készítettem, amelyeket a videóm leírásában be is linkeltem. Ezeket a forrásokat arra használom fel, hogy a szólásszabadság adta jogomban élve interpretáljam az eseményeket. Ha bármilyen cég a jövőben ezt sértőnek találja, akkor ez ellen azzal tudnak védekezni, hogy abbahagyják a fogyasztók félrevezetését és a valóságnak megfelelő, megismételhető mérési eredményeket publikálnak. Ez a videó nem egy kirohanás az AudioQuest ellen, hanem egy kirohanás minden olyan cég ellen, aki inkorrekt üzleti vagy marketing politikát folytat. Ugyancsak kirohanás az olyan portálok és youtuberek ellen, akik ezeknek a cégeknek segítséget nyújtanak ebben a tevékenységükben. Érdekes, hogy ezzel a sztorival kapcsolatban szinte semmit sem találni a magyar weboldalakon, vagy legalábbis nekem nem sikerült semmi értelmeset kiguglíznom ezzel az esettel kapcsolatban, tehát azt feltételezem, hogy habár ez már egy 5 éves történet, sokan még nem is hallottak róla ebben az országban. Szóval ez a botrány 2016 elején pattant ki egy Mark Waldrap nevű úriember cikke nyomán. Ő egyébként a Dr. AIX becenéven, a zeneiparban 40 éve dolgozó mérnök, akinek még saját stúdiója is van, ahol kivételes hangminőségű több csatornás felvételek születtek, sőt, még egy doktori címet is bezsákolt 1986-ban a Kaliforniai Egyetemen, tehát feltehetőleg olyas valakiről beszélünk, akinek megvan a megfelelő szakmai előképzettsége ahhoz, hogy az átlagnál hitelesebben nyilatkozzon ezekben a témakörökben. Na de mi is történt? Alapjában véve egy azóta eltávolított YouTube videóról van szó, amelyet a Home Entertainment by D-tronics nevű forgalmazó tett ki a csatornájára, és amelynek az volt a célja, hogy az AudioQuest különböző HDMI kábeleit promotálja. A videó lényeg az volt, hogy bemutassa, hogy a különböző minőségű HDMI kábelek milyen mértékű javulást okoznak a hangminőségben, sőt, adott esetben drámai mértékű javulást is. A videóban három különböző árkategóriájú HDMI kábelt hasonlítanak össze, amelynek az ára a méterenkénti 25 és 200 dollár között mozgott. Akkoriban is, ez így van még ma is, volt olyan HDMI kábel is a cég kínálatában, amely 1000 dollárt kóstált.
A videóban egy Dave Ellington nevű úriember prezentálta a kábeleket, és beszélt a húzott szemcséjű részvezetőkről, meg a sodrott vezetőkkel rendelkező kábelekről, a kábelek irányáról és a különböző anyagokról, mint például a réz vagy az ezüst. Ez a videó valószínűleg nem is került volna Dr. AIX vagy más audiofil csoportok látókörébe, ha nem lett volna minden egyes kábel ismertetése után egy rövid zenerészlet, amellyel demozták a kábel képességeit. Mondjuk a veszteséges tömörítést használó YouTube-on hangzásbeli különbségeket demozni, hát nem hangzik valami audiofil hozzáállásnak. Dave Ellington egyébként akkoriban az AudioQuest alkalmazottja volt, és egy viszonylag rövid a Bowers & Wilkinsnél eltöltött kitérő után 2020. januárja óta újra az AudioQuestnél dolgozik. Szóval a videóban először egy átlagos HDMI kábelt mutatott, be tudjátok, ez volt a másik mosópor, és lejátszotta vele az adott zenerészletet. Minden ezt követő kábeltípus, a Pearl, a Forest és a Chocolate pedig egyre növekvő lelkesedést váltott ki a tesztelés végző úriemberből a hangminőség javulását illetően. Dr. AIX is ugyanezt tapasztalta, miközben hallgatta a videóban elhangzó zenerészleteket, annak ellenére is, hogy csak a számítógépe mellett található szerény hangfalakat használta a videó lejátszása során. Az átlagos HDMI kábellel a teszteléshez használt zenerészlet unalmasan és élettelen módon szólalt meg, hiányoztak belőle a magas frekvenciás hangok, és sokkal halkabbnak is tűnt a többinél. Ellenben az AudioQuest HDMI kábelek sokkal tisztábban, teltebben és hangosabban szólaltak meg. Ahogy szépen nőtt a kábelek ára, úgy nőtt a minősége is a hallottaknak. Dr. AIX ezen elgondolkodott, a HDMI kábelek elég kötött szabványok alapján vannak megtervezve és legyártva, a HDMI specifikáció alapján. Például még egy hagyományos digitális coax kábel úgynevezett egyvégű, az a single-ended digitális jelet továbbít, addig a HDMI szabvány úgynevezett különbségi, azaz differenciális módon továbbítja a digitális jeleket, ami a sima digitális coax kábelhez képest hatalmas előrelépés, ami az adatátvitel stabilitását és megbízhatóságát illeti, és nagyban elősegíti, hogy a vevőeszköz bitperfect módon felismerje az eredeti nullákat és az egyeseket, miközben az esetleges interferencia megfelelő módon kiszűrésre kerül a kábel felépítéséből adódóan. Hasonló a minőségbeli különbség, mint az analóg aszimmetrikus RCA és a szimmetrikus XLR csatlakozás között. Tehát ha a kábelek ezeknek a specifikációknak megfelelnek, akkor képesek lesznek precízen eljutatni a digitális jelet a forrástól a céleszközig, ellenben ebben a feledhetetlen videóban a hangminőség folyamatosan nőtt, ahogy egyre drágább kábeleket kötöttek be. Valamilyen oknál fogva a digitális információ megváltozott, beleértve a magas frekvenciatartományt, a nagyobb hangerőt és az egyenletesebb frekvencia átvitelt. Ez természetesen mindennek ellentmond, amit Dr. AIX mérnökként tanult, és mint végül kiderült, ez valóban nem is volt lehetséges. Dr. AIX ugyanis letöltötte a videót a YouTube-ról, és a hangsávot kimásolta belőle egy 24 bit 96 kHz-es WAV fájlba. Adobe Audition szoftver segítségével spektrum és hangerő analízist végzett az egyes kábelek demózásakor hallható zenerészleteken. Ezeken a grafikonokon tisztán látszódik, hogy minden egyes kábelnél valóban megnőtt a hangerő, és bizonyos frekvenciatartományok is kilettek emelve. Ismerve a digitális hangrögzítés és a digitális adattovábbítás természetét, egy olyan passzív eszköz, mint egy kábel ilyen mértékű módosításra fizikailag nem képes, vagy legalábbis ez az anyag még nincs benne a periódusos rendszerben. Ez például csak akkor lehetséges, ha magát a digitális tartalmat manipulálják, és a manipulált biteket küldik át a kábelen. A kábelek közötti minőségbeli különbség esetleg kihatással lehet a jitterre, de ettől nem módosul a bitekbe kódolt hangerőnagysága és az adott hangfelvétel frekvencia menete. Az adattartalmat nem képes egy kábel megváltoztatni. Dr. AIX analízisét egyébként mások is megismételték és hasonló eredményre jutottak. Például egy Amirem nevű felhasználó a whatsbestforum.com-on. Dr. AIX konklúziója az volt, hogy ez szintiszta csalás, és bármelyik cég, amelyik olyan marketing videót tesz közzé, amely tele van meghamisított eredményekkel, az méltatlanná válik, hogy ebben az üzletágban tevékenykedjen, és természetesen ez nem csak ebben az egy esetben történt meg,
és nem csak egy céggel kapcsolatban, de ez annyira vérlázítóan pofátlan volt, hogy nem bírta magában tartani a véleményét. Miután Dr. AIX a cikkét publikálta, azután még a Consumer Technology Association, azaz a Fogyasztói Technológiai Egyesület vezetőségéből is kirakták a szűrét. Ez az egyesület az, amelyek többek között a Las Vegas-i szórakoztató elektronikai kiállítást, azaz a CES-t is szervezi. AIX azt írta, hogy bezzegőt kirakták a CTA vezetőségéből, mert elmondta az igazságot, az AudioQuest meg simán tagja lehet annak ellenére, hogy meghamisították a hirdetésüket. Ahogy a cég egyik képviselő egy e-mailben leírta neki, az igazság, és innentől a pontos idézet, rosszat tesz a vállalatnak. Szóval a megoldás ugye akkor az, hogy csaljunk, teszi hozzá Dr. AIX. Ezek után persze azt gondolnánk, hogy az AudioQuest majd jól meghúzza magát, de nem ez történt. A szobán forgó videó olyan egy éven keresztül volt elérhető a YouTube-on, amíg Dr. AIX cikke meg nem jelent, és persze az AQ azt állította, hogy nem ők készítették a videót, nekik ez semmi közük nem volt, hanem ez a Home Entertainment by D-tronics nevű cég csinálta. Ez a cég, amelyik az egyik hivatalos viszonteladója volt az AQ termékeknek, és amelyben az AudioQuest egyik alkalmazottja szerepel. Az AQ azt is tagadta, hogy tudomásuk lett volna arról, hogy bármilyen manipulációt eszközöltek volna a hangfelvételen. Még egy nyílt levelet is írt Bill Lowe, az AQ ügyvezető igazgatója a Facebook oldalukra, amelyet a Stereophile magazinnak is eljuttattak, és amelyben Bill úgy írja le a történteket, minthogyha tulajdonképpen ők lennének az áldozatok, és még egy esetleges per lehetőségét is felvetette. De még ha ez igaz is lett volna, akkor is nehezen hiszem el, hogy az egy év alatt, amíg a videó kín volt a YouTube-on, nem volt egy mérnök sem az AQ-nál, aki látta volna ezt a videót, és aki ne jelezte volna, hogy amit a D-tronics állít, az a jelenlegi tudásunk szerint lehetetlen, vagy legalább megpróbálták volna reprodukálni a D-tronics tesztjét. Szóval ez egy jó példa arra, vagy éppen egy rossz példa arra, hogy egy rossz helyzetet egy cég még rosszabbá tud tenni azzal, hogy meggondolatlan kommunikációs döntéseket hoznak. Azt gondolom, hogy a hifi témával foglalkozó szakújságírás egyik feladata az lenne, hogy ezekre a dolgokra is fény derítsen, és ne csak a szép és a jó termékeket reklámozzák. Tudom, hogy ez egy bonyolult dolog, mert ezek a cégek a hirdetőikből élnek, de azt gondolom, hogy ezek az újságok, blogok és a videók nekünk fogyasztóknak kell, hogy készüljenek, és nem vállalati érdekeket kellene kiszolgálniuk. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez a videó nem elsősorban azért készült, hogy páros lábbal beleszállják az AudioQuestbe, mert minden cégnek vannak jó és rossz termékei, és ezeket a cégeket emberek vezetik, akik időnként rossz döntéseket hoznak. A videó célja az volt, hogy rámutasson egy példán keresztül arra az öldöklő küzdelemre, ami a hifi világban zajlik, és felhívja a figyelmét a hifi szerető közösségnek arra, hogy mindig résen kell lenni, mert ezek a srácok és hölgyek bizony a ti pénzetekre pályáznak, és néha ezért nemtelen eszközöket vetnek be. Ennek a csatornának többek között pedig az is a célja, hogy rámutasson arra, ha valaki hülyének néz bennünket. Ezzel elérkeztünk a végére a mai epizódnak. Ha kérdésetek van a videóval kapcsolatban, vagy a véleményeteket szeretnétek megosztani, akkor azt megtehetitek a videó alatt, vagy ami még jobb, tegyétek fel a kérdéseiteket a Discord csatornámon, amelynek a linkjét megtalálhatjátok a videó alatti leírásban és a csatorna névjegyében is. Ha pedig tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, mert a YouTube algoritmusa így előrébb rangsorolja majd azt a keresésekben, és ezáltal több emberhez juthat el. Ha pedig szeretnétek később arról értesülni, amikor új tartalom jelenik meg a csatornámon, akkor iratkozzatok fel a képernyő jobb alsó sarkában található csatorna logóra kattintva, és nyomjátok meg a kis harangot is, hogy értesítést kapjatok, amikor új tartalmat posztolok. Támogathatjátok a csatornát a Patreonon is, a képernyőn és a leírásban található linkre kattintva. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!